Hát nem sokat aludtam ma éjszaka. Ma van ugyanis az erőművek éjszakája. Persze nem ez az, ami ébren tartott, hanem az, hogy meghívtak ma a délelőtti sajtótájékoztatóra. Ami önmagában tök jó lenne, viszont az e-mailben az is ott volt, hogy van-e kedvem felmenni Budapest legmagasabb építményébe, az Észak-Budai fűtőmű kéményébe. Ami nagyon jól hangzott így elsőre, viszont az a helyzet, hogy eszméletlenül tériszonyom van. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó ötlet volt, viszont most már visszamondani nem akarom, úgyhogy fel fogok menni. De amíg odaérek, elmesélek nektek egy történetet. Én nagyon sok tévéműsor előkészítésében vettem részt, legtöbbjükből nem lett semmi, viszont volt egy olyan adás, sorozat, aminek az első adását le is forgattuk egy ilyen pilot adásként. Nem megyek bele, hogy pontosan miről szólt volna a sorozat, nem akarom előni, viszont ez az első adás a félelemről szólt, arról, hogy milyen testi reakciók vannak félelmi helyzetekben. Az ELTE egyik tanszékéről kaptunk szenzorokat, amelyek a bőr ellenállását, illetve vezetőképességét mérik, nagyon-nagyon pontosan, azt hiszem 10 másodperces ütemezéssel, és az volt a lényeg, hogy a műsorvezető társammal együtt ki kellett deríteni, hogy a másiknak milyen félelmei vannak, hogy aztán egy olyan helyzetbe betehessük őket, illetve magunkat. Nyilván erről előtte senki nem tudott, egyedül a stáb, illetve a másik ember. Szóval, mivel elég köztudott volt, hogy én nagyon félek a magasságoktól, pontosabban attól, hogy esni tudok valahonnan, hát kézenfekvő volt, hogy elvittek a nagy cirkusznak a kupolájába, felrakták rám ezeket az érzékelőket, felhúztak a kupola tetejébe egy ilyen beülő karikán, amiben az artisták is szoktak lenni. Kapaszkodtam, markoltam a vasat, ahol csak tudtam, majdnem összeroppantottam. És közben szépen lehetett látni, hogy masszívan izzadok. És közben azért nézegetek fel, mert ott a kémény, oda fogok felmenni. 203 méter magas. Szóval ezt a szenzort most nem sikerült megszereznem, viszont van rajtam egy pulzusmérőöv. Hogyha semmi mást, de a félelmi reakciókból legalább a pulzus emelkedést meg tudjam nézni, hogy mennyire működik. Tegnap csináltam egy gyors tesztet, hogy megnézzem, hogy mégis normál környezetben milyen pulzus értékeim szoktak lenni. A nyugalmi pulzusom az olyan 52-54 körül van. Amikor ülök az íróasztalnál dolgozom, akkor olyan 60-70 közötti tartományban van. Ha teszek-veszek a lakásban, akkor mondjuk felmegy 80-85-ig. És tegnap, amikor mentem edzésre, nagyon szépen lehetett látni, hogy mikor futottam a villamos után, akkor felment olyan 115-ig. Úgyhogy nagyjából ebből indulunk ki. Tudom, hogyha nektek nincsen tériszonyatok, akkor ezt nem tudjátok átérezni, de ha igen, akkor szerintem most nagyon együtt éreztek velem. Oh, I've been running from the law. Ugye ez a városnak a legmagasabb építménye, 203 méter magas. Nekem 200 métert mondtak először, úgyhogy ez a 3 méter még hozzáadódott. De a lényeg az, hogy ugye itt az Óbudai fűtőműben vagyunk, ennek a kéménye, itt állítják elő a meleg energiát, tehát a meleg vizet gyakorlatilag itt több mint 40 ezer embernek, itt a egész Óbudán. Innen megy a távfűtés és a meleg vízszolgáltatás. Ez egy ilyen jelképes vagy ikonikus építmény, a kémény, aminek azért az a lényeg a távfűtést ismervén, hogy az ilyen erőművekbe vagy fűtőművekbe nagyon magasan bocsátják ki az égés terméket, de azt is nagyon minimálisan, mert nagyon komoly berendezések, szűrőberendezések fogják vissza a káros anyag kibocsátást. Ezért is mondják azt, hogy a távfűtés az egy nagyon környezetbarát fűtési megoldás. Egyebek között például ezért, mint smog azokban a városrészekben, ahol távfűtés van, mert egy központi helyen nagyon megszűrt módon és ellenőrzött módon megy ki a levegőbe, a légkörbe a gyakorlatilag minimális káros anyag. És miért ennyire magas, miért nem elég mondjuk egy 50 méteres kémény? Hát pont azért, hogy minél följebb legyen, mert hogy egy városban téli időszakban, a fűtési időszakban ilyen 10-20 méteren vannak a lakások, és akkor ott ontják ki a egyébként szüretlenül a káros anyagot, ez idézi elő a smogot,
hogy a világ minden tájéken, hogyha ilyen fűtőművet vagy ilyen erőművet építenek, minél magasabbra igyekeznek a kéményt építeni, hogy egy felsőbb légkörben kerüljön ki az a minimális káros anyag, amit kibocsát egy ilyen. Meg hogy többet kelljen felmászni. Ez egy 70-es években épített kémény, és ha jól emlékszem, 6-7 percig tart az út fölfelé a lifttel. Tehát nem lesz ideje a púzuson meg felmenni. Így van, hogyha... De nagyon szép kilátás nyílik, talán eléggé ritka. Igen, ez az, amitől félek leginkább. Mekkora a kilengése a kéménynek? Hát ha valami nagyobb vihar van, akkor ilyen méteres kilengést tud produkálni, de azért az elég ritka. Szélcsend, az az én malmomra hajtja a vizet. Szélcsend van, így van. Félelmi helyzetben a szervezet megpróbál felkészülni egy vészhelyzetre. Ez egy teljesen normális folyamat, meglátjuk a vészt jelző különböző jelenségeket, erre beindul az amigdalánk, illetve a hipotalamuszunk. Hogyha nem tudjátok, hogy mik ezek, akkor volt egy agyboncolós videónk nem is olyan régen, azt javaslom, hogy nézzétek meg. Szóval bekerülünk egy ilyen fight or flight módba, ez egy angol szakkifejezés, magyarul azt hiszem üs vagy fusnak fordítják, ami nyilvánvalóan tök hasznos volt nagyon régen, amikor arra kellett felkészülnünk, hogy úristen, jön a kardfogó tigris, tehát vagy elfutunk előle, vagy pedig felvesszük vele a harcot. Hát természetesen ma is vannak ilyen helyzetek, amikor ez teljesen hasznos tud lenni, viszont vannak olyan helyzetek is, amikor nem. És az agyunk ezt nem tudja, hogy most éppen olyan helyzet van, vagy sem. Szóval, ha egy vizsga előtt izgulunk, hogyha fel kell mennünk egy 203 méteres kémény tetejére, akkor bizony ez beindulhat. Szóval ebben a helyzetben, amikor elkezd dolgozni ez a két említett agyterület, meg persze az összes többi, amire hatással van, egy sor bonyolult hormonális folyamat indul be, ami felkészíti a szervezetünket arra, hogy most ne annyira az emésztéssel legyünk elfoglalva, hanem inkább az izmainkat készítsük arra, hogy tényleg vagy meneküljünk, vagy harcoljunk az életünkért. Ebben a helyzetben tehát az izmok bemelegednek, megnő a púzus, elkezdünk izzadni, hogy meglegyen a megfelelő hűtésünk, a pupillánk kitágul, felkészül arra, hogy minél több infót be tudjon gyűjteni egy adott területről, úgyhogy nagyon jellemző ilyen stressz helyzetben például a csőlátás is. Néhány embernél ez nem csak stressz helyzetben jellemző. Szóval van egy sor olyan fiziológiai változás, ami akár mérhető is lenne. Elindultunk felfelé. Őszintén, hirtelen 105-re ugrott fel a púlzusom, úgyhogy megnézzük. Jó, nem én vagyok az egyetlen tériszonyos a csapatban. Azt az ege! Biztató, hogy a sisakot akár lenni is hagyhatjuk, mert úgyis mindegy. Kezdjük az utat. 90. Bányában voltam már lent 1000 méter mélyen recsken, még nagyon-nagyon régen. De onnan legalább nem lehet leesni. Milyen gyakran kell egyébként feljönni ide a kéménybe? Hetente egyszer-kétszer biztosan feljövünk. Nem az én munkaköröm. Műszereket ellenőrizzük. Épészetet. Kéménynek a felfüggesztő elemeit. Megérkeztünk. A hőtágulás miatt a kémény az folyamatosan nyúlik, vagy éppen zsugorodik, és ezek a csigák, illetve ezek a feszítő drótkötelek pont azért vannak, hogy ezt ellensúlyozzák, és továbbra is stabil maradjon. Itt van ilyen szintjelző. Ez 0 foknál pont itt van, és ha befűtünk, akkor 60 centi. Akkor ez az ország legnagyobb hőmérője, nem? Hát az tény, hogy ilyen kilátás nem nagyon van máshol a városban. Konkrétan a Megyeri hídtól egészen le
a parlamentet is lehet látni, sőt, ott van a csepeli hőerőmű is, ahol voltunk korábban, a kéményét, ezt lehet látni. De nem merek közel menni a korláthoz, értető okokból. Az a jó, hogy mindkettőnek tényszonya van. Nem merünk közel menni a korláthoz. Figyelj, azért csinálja, nézőknek csinálja egy-két metr. És ennyi. És ő rátámaszkodik, én ezt nem nagyon bírom nézni. Viszont nagyon furcsa, hogy a pulzusom az csak 95 környékén van. Egyébként az az érdekes, hogy a különböző félelmi reakciókból, amit mérni akartam, a pulzus az szinte egyáltalán nem változott, sőt, kifejezetten alacsony ahhoz képest, mint ami oda nem volt. Viszont érzem, hogy jéghidegek a kezeim, folyamatosan ízad a tenyerem, ez látszik is egyébként az állványon, amin fogom a kamerát. Szár ki a szám folyamatosan, és patakokban folyik a víz a hátamon. Mindentől függetlenül viszont szerintem megérte feljönni ide, mert ez egy fantasztikus kilátás. Szóval ezért megéri. Ott a gázgyár. Will you find me? Hope you find me. When the sun rises, when the sun. Pro tippem, hogyha nem szeretnétek drónt venni, építsetek egy 200 méter magas kéményt, és legalább olyan élmény lesz, mint a drónnal repülnétek, leszámítva, hogy amikor drónnal repültök, akkor nem vagytok a földön, és a drón van fenn helyettetek. Lejöttem, nyilván ki lehetett bírni. A kilátás az pazar volt odafent, tehát ez minden vitán felül áll, de ha most valaki ide jönne és azt mondaná, hogy figyelj, itt egy 200 méter magas kémény, gyere menjünk fel, akkor lehet, hogy azt mondanám neki, hogy köszönöm szépen, nem. Ha csak nem csinálunk tényleg valami olyan kísérletet, ahol tényleg be vagyok szenzorozva mindennel, erre adhatok nyugodtan tippeket, hogy mit használjak, esetleg ha tudtok benne segíteni, én nagyon nyitott vagyok rá, és akkor vannak még egyéb helyzetek, ahol lehet nézni különböző fiziológiai változásokat. Na jó, mostanra ennyi elég lesz, a következő videó majd jön nem sokára. Sziasztok! Szuper jó volt, neki köszönhetem egyébként, hogy felmentem oda. Hát azért még egyszer nem mennék fel, nem mertem közel menni a korláthoz.